muszáj fiatalon tartanom magam, egyrészt azért, mert kisgyerekes anyuka vagyok. Kislányom éppen most tölt a 8 éves születésnapját, március 22-én született, úgyhogy nekem a tavasz az mindig erről a nagy örömről szól, amikor ő megszületett, és hát ez kötelez is. Fiatalon kell tartanom magam. A sport az mindig nagyon jó barátom volt, a mai napig, és remélem hosszú ideig, 100 éven túl is az lesz, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy az ember mentálisan, gondolkodásban mindig friss legyen és pozitív. Ez nagyon nehéz néha, de akkor is arra gondolok, hogy ez sok mindenen át fog segíteni. És hát ha már a tavaszról beszéltünk, meg a megújulásról, meg az új dolgokról, például lesz egy új tévés műsor, aminek a műsorvezetője leszek, és nagyon testhez álló, mert a zenetörténet lesz a főszereplő. A címlapfotózás az egy nagyon megtisztelő dolog, és én tényleg így élem meg, főleg ha a Nőklapja címlapjára invitálnak. Sokszor hallom, hogy mondogatják, hogy úristen, rá se lehet ismerni, mit csináltak vele. Én majdnem, hogy a fotózás elején mindig szoktam kérni, hogy amennyire lehet, engem hagyjanak meg természetesen. Én bátran vállalom, de azért szerintem egy nagyon pici korrigálás azért mindig jó, de ez tényleg azért, mert ez egy címlap, ez egy magazin, aminek tényleg néhány kritériumnak meg kell, hogy feleljen. Úgyhogy igen, én vállalom, hogy ki vagyok, milyen vagyok, és hogy 53 éves leszek mindjárt.